Sziasztok! Véget ért a 2021-es X-Faktor tábora, ami azt jelenti, hogy kiszórtak egy halom trash versenyzőt, és maradtak talán az igazán tehetséges arcok, akik továbbjutottak a mentorházba. A mai videóban egyrészt összefoglalom a gondolataimat a táborral kapcsolatban, és merész tippelgetésbe, bingózgatásba kezdek, hogy vajon kik fognak bejutni végül az élő showba, kinek van meg erre az esélye, a potenciálja, és nem mellesleg a tehetsége. Szóval, tartsatok velem! A táborban természetesen az is kiderült, hogy ki melyik mentorcsapatot fogja kapni. Eszerint Bialex vitte a fiúkat, Csobot Adél az együtteseket, Puskás Peti a lányokat, és Gáspár Laci a 22 év felettieket. Elsőként Lacin volt a sor, hogy 6 székre 6 tehetséges előadót ültessen, és Laci nem lacafacázott, ugyanis rendesen kiszórt jó néhány elég gyenge produkciót. Ez pedig teljesen rendben is volt így szerintem. Amit egy kicsit sajnáltam, hogy a hangtálas Annának mennie kellett, de valóban, ha jobban belegondolok, az ő produkciójában így ennyi volt, és újat már nem igazán tudna mutatni egy mentorházban vagy élő showban sem. A lemezét azért ettől függetlenül szívesen meghallgatnám, remélem egyszer majd lesz neki. Szerintem a székes feladatot sikeresen abszolváló lányok közül Paulinának és Mardolnak egyértelműen helye van az élő showban, és én úgy gondolom, hogy ők biztosan szerepelni is fognak. Tudom, merész tippek ezek, de most jelenleg így érzem. Továbbá Anett is erős esélyekkel indul szerintem, mert a székes feladat egyik, hanem a legjobb éneklését hallhattuk tőle. Szóval jelenlegi állás szerint azt merném tippelni, hogy ők jutnak majd hárman tovább az élő showba. Legalábbis én ennek örülnék leginkább. A soron következő csapat Bialexé volt, így tehát a fiúk léptek a színpadra. És persze szerencsére itt is kiszórtak néhány gyengébb versenyzőt az elején. De azért páran le is lettek ültetve, hogy fokozzuk mégiscsak a helyzet drámaiságát. Mert hát aztán fel kell állítani embereket, és hát az az igazi izgalom, anélkül nincs műsor nyilvánvalóan. És ho-ho, visszatért a balhé némi önérzetes hápogás formájában. A közönségből egy hölgy ugyanis igencsak bepipult, amikor Alex hazaküldte az egyik hozzátartozóját. Szerintem ez egyáltalán nem volt megrendezett, és végre egy őszinte reakciót láthattunk az X-Faktorban. Nem lepett meg, de Ali ismét egy elég erős saját szerzeményt hozott, és látszólag a mentorok és a közönség is két kézzel zabálta a cuccát Alinak. Szerintem csont nélkül az élősóban fog kikötni a srác, ezt már most megmondom. Ezután ismét egy apró balhé vette a kezdetét, Alex ugyanis igencsak hevesen dilemmázott, hogy vajon mégis kit állítson fel, kit ültessen le, rányomódott így a helyzetnek a komolysága talán. És nyilván a műsor dramaturgiai szempontjából is elengedhetetlen elem egy kis vívódás, egy kis káromkodás. Marcell is egy szuper saját dalt hozott, ami véleményem szerint az élősóig fogja vinni a srácot. Bár addig még azért van egy mentorház, de szerintem simán élősós matéria ő is. És ezt most nem azért mondom, hogy Alexet ismételjem, mert ezek a gondolatok már azelőtt megszülettek a fejemben, mielőtt ő még véleményt mondott, bár meglepően nagyon sok dologban egyetértek Alexszal amúgy is. A következő kategória a zenekaroké volt, így Adél mentoráltjai szánthatták fel a színpadot kisebb-nagyobb sikerrel. Adél jóhiszeműen mindenkit leszeretett volna ültetni, ezzel némileg buszmegállót csinálva a színpadból. De tudjuk jól, hogy igazából ez csak a drámát idézi elő, szóval így még izgalmasabb, hogy vajon majd kit kell felállítania. Vagyis jobban mondva kiket, mert együttesekről van szó. Hát mondanom sem kell, a mentorok által összerakott duók nagyon gyengére sikerültek idén is. Ez már az első X-Faktorban sem működött, és nem is értem, hogy miért erőltetik még mindig. Nekem ebből a mezőnyből az egyértelmű kedvencem a Beneath My Skin, mert szerintem erős a frontemberük is, és jól zenélnek. Rengeteg potenciált látok bennük így a hazai rock szcénában. A másik nagy reménységem egyébként a Didi Night volt, de ez a székes produkció elég gyengére sikerült. Mondjuk ettől függetlenül is van helyük szerintem az élő showban. És aztán a Line Trio. Ilyennel már próbálkoztak korábban, és emlékeim szerint az a három lány be is jutott az élő showba, szerintem több élő showt is végigvittek, de senki sem emlékszik már rájuk, basszus. Csak én.
De hogyha nekem is nevet kéne mondanom, hogy mi volt az ő nevük, vagy hogy mi volt a formáció elnevezése, hát akkor bizony nagy bajban lennék. Lehet szkeptikus vagyok, de így gondolom, hogy oké, hogy ez a produkció jó volt, de én nem látok bennük potenciált. Ez annak idején külföldön működött a Suga Babes-nél, de... szóval ez nem Amerika. Végezetül pedig érkeztek Puskás Peti mentoráltjai, tehát a lányok. Nem akarok itt nagyon negatívnak tűnni, de számomra így a lányok kategóriája talán a legunalmasabb idén. Mert a lányok közül egyébként Paulina az abszolút kedvencem, de ő nem a lányok között versenyez, ironikus módon. Puskás egyébként meglepett azzal, hogy nem próbált egyből mindenkit leültetni. És ezt csak üdvözölni tudtam. Persze voltak itt szép éneklések is, de vajon emlékezni fogunk rájuk a műsor után is? Nos, ez az igazán nagy kérdés. És költői. Egyelőre. A lányok csapatából az egyik kedvencem a rózsaruhás kislány, vagyis Regina volt. Látszik rajta, hogy van egy személyisége, egy egyénisége, és ez viszi a produkcióit is a hátán. Még akkor is, ha nem neki van a legtisztább énekhangja a mezőnyben. Egyébként Hegyi Hanna a rapper csaj is üde szín volt így a lányok között, és nagyon remélem, hogy be is fog jutni az élő showba. Bár ha a rap tudást vesszük, akkor Mardoll azért jóval erősebb nála szerintem. Viszont egy közös produkciót valamiért szívesen megnéznék tőlük, de nem hiszem, hogy erre a crossoverre valaha is sor kerül majd. És nyilvánvaló az is, hogy rossz énekléssel nem lehet zárni egy X-faktor műsort sem, és ez most sem történt így szerencsére. Camilla tényleg fantasztikusan énekelt, egyértelmű volt, hogy széket kell kapnia, így folytatódhatott a dráma is, és az izgalom a tetőfokára hágott. Bár mondjuk, aki kiesett, arra a lányra én személy szerint nem is emlékeztem, hogy mit énekelt, de oké. Jó. Engedjük ezt most el szerintem. Ezzel pedig véget is ért a tábor, ám az izgalmak hamarosan folytatódnak, érkezik majd a mentorház, szombaton és vasárnap is. Alkalmunk lesz együtt izgulni a mentorokkal és a mentoráltakkal, a versenyzőkkel, hogy vajon ki lesz az a csapatonként három ember, három produkció, aki bejut majd az élő showba. Én pedig itt leszek, elemzem nektek, lerövidítem és összefoglalom a látottakat. No meg persze elmondom róla a véleményemet is. És ha erről nem szeretnél lemaradni, akkor mindenképpen iratkozz fel. Ha pedig tetszett a videó, akkor azt a tetszés nemzetközi jelével, ami még az ókori Rómából ered, tehát a like gombbal tudod jelezni. Életemben nem fogalmaztam még ilyen körmön fonton a like gombot illetően, de erre is sort kellett keríteni. Illetve Instán és Facebookon is tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésben mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg.